Szeretem a kecskemét. No. Gyertek közelebb. Szeretném mindenkinek a segítségét kérni. Nagyon messziről jöttem, a Mesék szigetéről. Az messze túl van az Óperencián. És hát én ott egy ilyen kisebb királyságnak vagyok a házi boszorkánya. Igazából nem túl ügyes varázsló, ezért is van nagyon nagy szükségem a segítségetekre. Különösen a gyerekekére, mert mint tudjuk, a gyerekekben van a legnagyobb varázserő. Hát és hogy mi is történt? Baj történt. Az a néne, aki engem a boszorkányságra tanított, az egy nagyon-nagyon öreg néne. Abból él, hogy a piacra elviszi az almáit, eladogatja, és ebből úgy szépen megvan magának. Minden reggel, amikor éppen csak felkel a nap, a néne kibattyog az erdő közepére, az erdő közepéről a tisztásról összegyűjti a hajnali harmatot, és szépen a harmatot hazaviszi, megöntözi vele az almafát, mert a néne tudja, hogy a hajnali harmat az a csillagoknak a könnye. Azért könnyeznek a csillagok, mert a Mesék szigetét nem láthatják ők nappal. És hát az olyan szép hely. Na de hát, az almák varázserejűek. Mindig a király szokta megvenni a piacon, és mindig a népének ad egy-egy almát mindenkinek, és a nép ettől boldog. Az öregek megifjodnak tőle, a fiatalok pedig még talán másfél centit is nőnek. Ezek ilyen varázsalmák. No, a néne egy reggel, miután megöntözte az almafát, leszedte az almákat, kosarába tette, elbattyogott a piacra. Igen, ám csak a keresztútnál elé ugrott egy kecskebéka. Azt mondta neki, mit mondott neki? A többit elfejtettem. Nem túl jó, mert valójában a kecskebéka. Hogy add nekem az almáidat, vagy valami ilyesmi volt. Igen. A néne nekem azt mondta, hogy a kecskebéka egész pontosan azt mondta neki, hogy add nekem az almáidat, és én majd adok érte cserébe valamit. Ugyan már kecskebéka, szólt a néne. Hát minek neked az a sok alma? Na a kecskebéka nem nagyon győzködte a nénét, nem nagyon volt ő neki arra ideje, meg türelme. Tuppantott egyet. Noha nem adod, akkor majd én elviszem azzal. Eltűnt, de eltűnt vele az almás kosár is. Hát sírt a néne, hogy most mi lett az ő almáival, meg hát ugye a Mesék szigetével mi lesz ezek után. Én meg ugye tudtam, hogy ezért az ottani lovagok egy ilyen kalandért, hogy megkeresni egy kosár almát, nem nagyon törik magukat. Azok inkább ilyen sárkányokat akarnak mindig ölni, hát borzasztóak ezek a lovagok. Királylányokat szabadítani. Meg királylányokat szabadítani. Hát... Már puszilkodós királylányok. Puszilkodós királylányok. Kecskebékákat puszilkodják. Amiből aztán meg királylány lesz. Királyfi! Aztán háborúba keverednek egymással, és boldog elég. Én, mint kecskevéka, nem szeretem, ha puzélgattak. Belőled nem is lesz királyfi, ezt megígérhetem, de most. Köszi! Ugye? Ugye, hogy azért kellett a varázsra, hogy nagyobb lesz belőlem királyfi, tehát? Igen. Na és én eljöttem a Mesék szigetére, hogy olyan bátor kalandorokat keressek, akár lovagokat, akár titkos hercegnőket. Boszorkányokat? Akár boszorkányinasokat, akik segítenek nekem az almákat megkeresni. Ki fog nekem segíteni az almákat megkeresni? Ja, én nem. Te nem, mert elosztod el. Te segítesz, te is? Fiúk, lányok? Na? Segítetek az almákat megkeresni? Hát ha nektek is jut egy, és akkor hát ha másfél centit nőttök tőle, na, mit szóltok hozzá? Holnap reggelre. Na, tényleg. Majd menet közben meglátod, milyen jó lesz. Mert aki szeretne nekem segíteni, annak hoztam varázstárgyakat, hogy könnyebb legyen. A. Itt vannak mindjárt varázspálcák. Na, ide jöttek értük? Itt van például a felhők tündérének a varázspálcája. Ez olyan, hogy gyakorlatilag minden varázslatot el lehet vele végezni, de tényleg minden, viszont akkor hat a legjobban, hogyha valami olyasmi varázslatot végzünk, amihez
víz kell. Mondjuk egy esőt fakasztani. Ilyesmit. Ki szeretné ezt a varázspálcát? Na? Te vagy a felnőtt tündére. Igen, aztán ezek a varázspálcák mindig összeakadnak, aztán csak megkavarodik a mágia, borzasztó tényleg. Ajaj. Itt van a vulkánok királyának a varázspálcája. Na, egy kettes fél. Ez is minden varázslatra jó, de a legjobban akkor tud varázsolni, hogyha valami tüzeset kell vele csinálni. Mondjuk meggyújtani egy felesleges avarkupacot. Például, mert hát ott a Mesék szigetén ilyesmi is varázslattal megyem, nem ám, hogy öngyújtó, meg gyufa, ott olyat nem ismernek, ott varázslat. Ki szeretné a vulkánok királyának a varázspálcáját? Aztán itt van az erdőtündér varázspálcája. Szintén minden varázslatra jó, de a legjobban akkor lehet varázsolni vele, hogyha a fákat vagy a bokrokat kell elvarázsolni. Például, hogyha azt szeretnénk, hogy sokat teremjen. Ez arra a legjobb. Szeretné valaki az erdőtündér varázspálcáját? Orsi, hol vagy? Én vagyok. Gyere. Hát, tessék, parancsolj. Aztán, mi van még itt? Ez egy teljesen egyszerű varázspálcának tűnik. De hát semmi nem az, ami a látszat, ugye? Másik szigetén meg aztán különösen semmi nem az, ami a látszat. Ez a sellő varázspálca. Sellő varázspálca minden varázslatra jó. Akkor hat a legjobban, hogyha a halakat kell hívni. Szeretné ezt valaki? Tessék! Zalát félek. Nem elég, hogy sikerült el, hogy még kapol egy porkoromból, vagy tisztelődés. Mi lehet még? Az utolsó igazán erős varázspálca, ez a hegyek tündérének a varázspálcája. Ezzel a varázspálcával sziklákat lehet a legjobban mozgatni. Gyertek! Ki szeretné a hegyek tündérének a varázspálcáját? Megmozgatjuk a hegyeket. Szia, Iza! Szia, Iza! Tessék! Most jön az, hogy ki szeretne még segíteni nekem. Ki szeretnék? Akkor légy szíves, húzz egy varázstárgyat, és nézzük meg, hogy ez mit tud. Az egy rózsa. Egy pillanat, elő kell vennem a varázskönyvön. Vénséges vénkoromra, memóriám az már nem az igazi. Már csak könyvből megy. Azt mondja. Rózsa. Ez az életvizéhez szerintem. Még lánykoromban kaptam jegyajándékul a förgetektől. A názból semmi nem lett, mert meguntam, hogy amikor jött, mindig lerombolta a házam. Varázshatalma nincs. Viszont soha nem hervad el? Az is valami. Talán egyszer, majd még tudjuk használni. Nem árt, hogyha nem hervad el. Na, ki szeretne még segíteni nekem?
Mi az? Egy róka. Ha, neked varázsigéd is lesz. De a Mesék szigetén ugye élnek mindenféle elvarázsolt lények. Hát egy róka pár évvel ezelőtt mellém szegődött, mert ember akart lenni. Tudott beszélni, azért volt elvarázsolt. Kis herceg nem járt hozzá. Kis herceg a palotában volt olyankor. Ez egy ilyen magányos róka volt, tudom. Azért akart szerintem ember lenni. Pedig rózsája is van. Biztos, hogy hely van rá. Szóval nem sikerült igazán a rókának az emberré válás, viszont rám bízta a képmását, azzal, hogyha láthatatlanná szeretnék válni, akkor csak a képmás fülébe kell suttogni ezt a varázsigét, hogy bundám vörös, fülem hegyes, mégsem láthatsz sohasem, keres, nyomom így sem leled, nincs engem, mi meglát a szem. A varázsigére szükség lesz akkor, hogyha valami láthatatlanság kerül elő a mesében. No, ki szeretne még nekem segíteni? Ugye, kezdjétek! Ó, Zsuzsi szóra! Fordítva van meg. Nem ám ellenem használni. Te akartak egy kevét, de már tudom, hogy már a tűzisten és varázspálcás fiatalember tudom használni. Ha! Süti! Azt mondja a Süti. Valamikor a boszorkányoknak az éves nagy konferenciáján a Csodapék készített egy rakás sütit. Kicsit megszólt a csoda ilyen varázsporral. Túladagolta a varázsport, úgyhogy bár a sütinek varázsereje lett, azért megenni nem lehetett. De semmi baj, mert rá kell fújni, és azt kell mondani, ki kell tenni az ablak közepére ráfújni, és azt kell mondani, hogy csoda süti, csodapék, segíts nekem kérlek, terítsd meg az asztalunkat, varázsolj rá szépet. És ha nincs asztal, meg? Ott az asztal. Csomó asztalunk van. Asztal mindig akad. Olyan nincs, hogy valami nem asztal. Csak nem semmi. Ki szeretne még segíteni? Ah, az egy kiváló egyébként, de láthatatlanságnak a másik fele. Ez a láthatóság, igen, tehát ez mágikus figyelmet. Bármin átláthatsz, ha meglengeted, és elmondod ezt a varázsigét, nyílj szét szikla, fa vagy fém, akarok, hát látok én. Ez egy nagyon jó varázsige. Jelentkező még esetleg, aki szeretne segíteni? Timi? Szerintem, hogy szeretnél. Felkérés fog kerülni. Kintes alatt. Ne akarsz, Timi. Szeretnél segíteni tehát. Önkéntes kijelölés. Vitorlás hajó, ami az egyetlen, akinek meg kell tanulni a varázsigét, mert elfelejtettem. És szerencs, hogy önként jelentkezett. Bocs. A modern kor mágiája, kérem szépen. Ez a vitorla mindig a jó irányba áll, csak el kell mondani a varázsigét. Kelet, nyugat, észak, dél, vigyél messze, erős szél. Talán ez nem van még varázstárgya, de még jelentkező. Apukák, anyukák, hajrá! Na? Minél több varázstárgy van, annál valószínűbb, hogy az alma az meg lesz. Honnan tudod? Gyanús vagy. Nem a Tilla béka? És ez... Ja, mindjárt kiderül. Aha, mindjárt kiderül, hogy mi. Na, csizma, az egy igen kiváló varázstárgy. A bíró lányának a félpár csizmája, de a falu bírájának a lánya akart egy pár karmazsinvörös csizmát. A Schuster el is készítette, aztán utána bemutatta a bíró lányának, hogy ez a jobb, ez a bal. Na, a bal ezen annyira megsértődött, hogy a másikat jobbnak titulálták, hogy sértődöttségével teljesen elsápadt. Ez ezért fehér. Viszont
hát mivel Mesékszigetén ugye a Schuster is csak varázscipőt tud készíteni, természetesen ennek is van varázsereje, bármin át tudsz menni, mocsáron, lápon, vízen, hegyeken, völgyeken, bármin át tudsz menni, nem hét mérföldes, csak átvisz. Ha megkocogtatod háromszor a sarkát, és elmondod ezt a varázsigét, hogy kipikopi csizma sarka, benne ragadjál a sárba. No, mit gondoltok? Indulhat a kaland? Igen. Igen. Nincs több bátor jelentkező? Varázstárgy még van, ám? Dobd fel, hogy miből lehet még esetleg választani. Azt titok, a varázsacskó őrzi a titkát. Nem szóltam. Hát akkor... Kétszer is lehet kívülni? Persze. Akkor jövök. Amíg van varázstárgy, addig lehet kívülni. Tükörtojás. Varázstárgy bármiből lehet. Bármiből. Abszolút. Azt mondja. Ez a répa. A répa nem tükörtojás. Tükörtojás. Na. Ezt az unokatestvérem a zöld boszorkány sütötte. Csak hát nem mászott le a serpenyőről magától, ahogy ezt illett volna egy rendes mágikus tükörtojástól. És varázsereje lett, csak nem önjáró. Így el kell mondani a varázsigét ahhoz, hogyha ha szeretnénk az erejét használni, és ennek az az ereje, hogyha belenézel, mint egy tükörbe, akkor a kimondott kérdésedre megadja a választ. Csak, ugye, varázsige. Tükörtojás, mondd meg nekem, ére választ a kérdésem. Hát akkor induljunk neki. De merre induljunk? Hogy a kecskebékánk eltűnt, sehol sincs, és nem tudjuk, hogy mit csinál az alatt az almával, amíg nincs szem előtt. Borzasztó, tehát tényleg folyamatosan látni kéne, ezek a kecskebékák, ezek mindenre képesek. De már tudjuk, hogy mit szeretne belőle főzni. Hát, valaki elmondta, igen. Igen. Nem, inkább. Mondd meg nékem, ére választ a kérdésem. És akkor mi a kérdés? Hol az alma? Ez túl egyszerű. Mit közöm? Várj! Hol az alma? Én már hallom. A kosárban. Pontosan. A kosárban. Hát, ennél pontosabban kellett volna föltenni azt a kérdést, de sajnos a tükörtojást felhasználtuk. Akkor most merre induljunk tovább? Valakinek valami ötlete? Gyerekek, merre induljunk megkeresni? Szerintem nézzük meg arra, ahol már nagyon pici pontokat látunk, mert arra lehet a béka. És a béka az amúgy is pici. Fantasztikus logika, ezzel nem tudok vitatkozni. Tökéletes. Hát akkor induljunk el arra, amerre nagyon pici pontokat. De legalább szem előtt vagy. Gyorsan leadtam 15. No. De a békának arra kell menni, mert most éppen messze van és nem látjuk. Már itt sem vagyok. Dobjál már fel egy-két képet a Facebookra közben. Induljunk el. Jaj, akkor Isten, a lumbágom. Lumbágom. 20 éves lumbágomat hasonló korú királyfira cserélni? Bocsánat, egy kis technikai szünet. Tudja mindenki, hogy ott van a tea, meg a, ha kér valaki kávét, az nekem szóljon, de a tea ott van önközszolgáló üzemmóddal, meg van hozzá csupor. Majd arra érjünk. Jó, csak mondom, hogy nyugodtan. Még a nebrekegje. Hát akkor mi szerintem csatlakozzunk ahhoz a csoporthoz. De ne rohanjatok, hát mi van előttől? Borzasztó lábamező. Szerintem itt fog segíteni nekünk a vulkánok királyának a varázspálcája, nem? Nem tudnál segíteni? Megfagyasztani a lábamezőt? Nem. Hát így dörülünk meg. Hát akkor nem tudunk elindulni. De. Akkor
Szerintem azt kéne csinálni, hogy állj ide a lábamező szélére, Léci, ott látod, a két vörös lábamező között van egy ilyen vonalka, és a te lábamező téged véd a varázspálca, úgyhogy neked nem lesz bajod, rá kéne állni, és akkor így meglengetni a varázspálcát, és valami klassz kis varázsigét el kéne mondani. De mi legyen a varázsige? Valakinek ötlete, hogy vulkánt megfagyasztani? Vagy egy hidat építeni fölötte. Az se rossz. Akkor mondjuk legyen az a varázs, igen. Hókusz-pókusz, abrakadabra. Legyen most a lába fagyva. Tökéletes! Megfagyott! 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 Nagyon jó! Igazi varázsló tanonc vagy. Tényleg, komolyan mondom, be foglak ajánlani a Roxfordba. Na, menjünk el. És akkor... Hegyek Csungére, bocsánat, nem manó. Nagyon gonosz vagyok, lemanóztam a Hegyek Királynőjét. Na. Én is félek tőle egy kicsit, az a helyzet. Én azt látom, hogy most tök jól összegyűltünk, de ott a ablakon túl, mintha egy lovag lenne ránk. Nem nagyon akar tovább engedni. Visszaforduljunk. Vagy valamit a lovag akar. Ki tudja, mit akar a lovag. Ötlet, tipp? Neked kérdezni. Egy rekettyés. Figyelj, erdőtündér van a spárcája? Erdőtündér? Igen. A lovagnak a rekettyés iránt igényét kiszolgálnál. Csiribú, csiribá. Lovagunk a rekettyésben is. Finomítsunk egy picit ezen a varázsigán. De milyen rekettyés szeretne, azt sem tudjuk. Tehát én nem tudjuk kiszolgálni az igényét. Lovag úr, milyen rekettyést szeretné? Alakja, mérete, színe. Na jó, akkor lengessük meg a varázspálcát, és akkor hókusz-pókusz, csiribá, rekettyésben lovag jár. Hókusz-pókusz, csiribá, rekettyésben lovag jár. Ó, tökéletes. A lovag boldog. Megkérdezi, hogy nem akarunk-e kimenni. Nem akarunk kimenni, ugye? Azt mondja, van más út is, csak akkor arra kell fordulnunk. Ki akarunk menni? Fázni akarunk? Nem akarunk fázni. Jó. Hát akkor köszönjük szépen, lovag. Hogy is jégen állunk. Hát, ez meg a másik, a lábam ezért megfagyott. Akkor menjünk el a jégről, mert akkor nagyon meg leszünk fázva. És akkor szerintem sétáljunk ki a külső helyszínűre. Na, tök jó. Ketten átjutottak, mi meg itt legettünk. Itt leszakadt a híd. Hát, rohantatok a szelet, rohantatok meg leszakadt a híd. Borzasztott. Na, hogyan jussunk át a szakadék fölött? Víz nincs. Szakadék. Híd kéne. Kinél van, milyen varázs legyen? Van, aki hegyeket tud mozgatni. Igen, hegyeket tud mozgatni. Gyere, Éva, ne legyed a feladatot, mondgassuk meg a hegyeket.
Igen. A siribú csiribá, a szakadék felett legyen híd. Kőhíd. Sőt, csiribá csiribí. Igen. Igen. Sőt, csiribá csiribí. Kossancsoda. Szerintem a felhők hercegnőjének le kéne hívni egy felhőt, hogy az legyen a híd. Hölgyeknek a hercegnőnek, vagy hölgyeknek a tündére most varázsolt ide nekünk egy hidat. Szerintem a felhők hercegnőjének a segítségét még egy kicsit később. De nem rossz ötlet egyébként. Igen, ez egy erős stabil híd. Erős stabil híd. Megyünk rajta, megmutatom, hogy elbírjunk. Ha persze a hercegnőt elbírja, az úgy könnyű. De tudom, hogy menesztelünk. Ez úgy volt a tartás. Ez a lényeg, hogy nem menesztelünk, hogy az egész udvar tartását. Hogyan védjük szólalmad elvesztőt? Biztos, hogy meg tudja mondani szerintem. Csak hát hogyan bírjuk szóra? Ötlet? Az a kérlek? Ma terjeszt a szalmával, mert a szalmával van. És hogy ha ezt ilyen átkicsülne rá, és a friss szóból meghallanánk, hogy mit szeretne. Azt mondod, most lesz jó a felhőtlenül varázslászáig? Szerintem igen. Hogy varázslanánk kiszállt a friss szóba, biztos meghallanánk, mert megértenünk. Hát akkor nézzük. Felhőtünk miért? Te jössz. Szalma bábom, most beszél. Ha nincs. Vagyok ilyen süket mondhatósabban? Köszi! Azt mondja, hogy pontosan nem tudja, de biztos, hogy nem arra van. Szalmabából feje helyén is szalma van, szóval. Tényleg. Szörny. Ez a valóság szigete, máj bolondzsi. Hát valaki mesék szigetén minden annyival könnyebb. Hát a szalmabárok maguktól mondják. Nem így kell kihúzni belőle. Na, mindegy. Hát akkor menjünk arra, mert hát ha. Egy hal. Egy hal. Na, vízitündér. Vízitündér, bírjuk szóra. Mit szól? Hát nem, ott egy hal. Nagyon lelkesen tátok. Nem tátok. Ez nem is figyel ránk. Nem meghal, hanem csak hal, simán. Meghal a hal. Erre csiri, arra be, halacskám, merre látom az almát. Na merre? Költöztünk ki, mert most már elég volt az albiregből. Készen mondjuk, hogy most mindenhitelen, de úgy van, mint a papírba. Csodapéket keressük. A csodapéket előbb hívjuk egy varázsigével. Ott van ugye Viktornál a süti. Csodapéki. Erre az asztalról lenne szuki. Igen. A könyvtárként kinézünk a Éppen abban a szintben csoda süti, csoda segíts nekem, kérlek, tedd is meg az asztalunkat, varázsolj rá szépen.
A fék úgy látszik, hogy nem hallja. A fék nagyon el van foglalva, igen. Volt egy varázsidő, igen. A sütnek kívására tudok. Próbáljuk meg mégis, hát ha. Próbáld meg együtt, hát ha, jó? Jó. Tehát, csodapék, segíts nekünk, kérlek. Terítsd meg az asztalunkat, varázsolj rá szépet. Na, én már látom is, hogy szalad a csodapék. De próbálj meg még egyszer, mert hát ha. Értem. Azt hittem a békai minőségemben van. Nem. Csodapék minőségem van. Ez jó, ezt nem tudtam, hogy ilyen is van. De előbb-utóbb kiderül a dolga. Gyere. Új varázs segítséget vezetek. Hát még várj itt az almát. Az aszfalt a megterült, lehet falatozni. Álljunk, hogy egy zsonnára, igen. Amíg falatozunk, ha már a magyar népe sem át jelent volna, addig én elmesélnék egy népmesét. Most, ha lehetséges, kérjem a erdőtündérének a segítségét. Itt vagyok, azt csinálja. Az erdőtündérében. Nem én vagyok, csak jött egy újabb adag tea, forró. Egy igazi falatozós mesét fogok mesélni. A kis gömbösszöt. Én már hallottam. Te már hallottad? Rengetegszer. Hát akkor mit meséljek? Attól még meghallgatjuk. Igen. Többség dönt, azt mondjuk. Jó. Hát hol volt, hol nem volt. Volt a világon egy szegény ember. Annak volt egy felesége, három leánya, meg egy kis malaca. Egyszer megölték a kis malacot, a húsát felkötötték a padlásra. Már kolbásza, hurkája, sonkája, minden elfogyott a kis malacnak, csak a gömböc volt még meg. Egyszer arra is ráéhezett a szegényasszony, feküdt el legöregebb leányát a padlásra. Eredj leányom, hozd le azt a kis gömböcöt, főzzük meg! Felment a legöregebb leány érte. Akkor nem látok jól, úgyhogy már olvasni se tudok. Amit le akarta várni, elkiáltotta magát a gömböc. Han bekaplak, azzal bekapta. Már odalent nem győzték várni. Felküldte a szegény asszony a középső leányát. Eredj már, leányom, nézd meg, mit csinál a nénéd ennyi ideig. Felment a középső leány, kereste a nénjét, és hogy nem találta, le akarta várni a gömböcöt. De a gömböc megint elkiáltotta magát. Han bekaplak. Azzal bekapta azt is. Már odalent sehogy se tudták elgondolni, hogy miért nem jön az a két leány, felküldt tehát a szegény asszony a legkisebb leányát is. Ugyan, leányom, eredj már fel, nézd meg, mit csinál a két nénjük. Aztán hozzátok le azt a gömböcöt valahára. Felment a legkisebb leány is, de ezt is csak elnyelte a gömböc. Már a két öreg sehogy se tudta, mire vélni a dolgot. No, mondja a szegény asszony, már látom, magamnak kell felmennem. Azok most biztosan az asztalt meg, az aszalt megjegyezik. Asztalt nem eszünk. Felment a szegény asszony, kereste a leányait, hogy nem találta, le akarta vágni a gömböcöt, de a kis gömböc őt is bekapta. A rossz kóc madzag már az öt ember nem bírta meg, leszakadt a kis gömböc. Elkezdett görögni, görgött, görgött, a padlás grádicsán is ledörgött. Kiment egyenesen az utcára. Éppen ott ment el egy csomó kaszás, jött haza a mezőről. Jöttek haza a mezőről, kis gömböc azokra is rákiáltott. Han, titeket is bekaplak. Azzal bekapta ezeket is. Megint csak görgött odább, előtalált egy regement katonát, azokra is rákiáltott. Han, titeket is bekaplak. Azzal bekapta ezeket is. Megint csak görgött tovább, egyszer csak egy hídra jött, ért,
amely alól a víz egészen ki volt száradva, éppen akkor ment arra egy hintó, a kis gömböc félre akart előre ugrani, hogy el ne taposassa, de leesett a hídról, kirepett az oldala, kiomlott belőle a sok ember, ment ki a maga dolgára, a kis gömböc meg ott maradt kirepedve. Ha a kis gömböc ki nem lepett volna, az én mesém is tovább tartott volna. Ha. No, mindenki jól lakok, mehetünk tovább. Hát akkor még az úgy látom, innen az... Ez az asztal, ez elég ragaszkodó, nem nagyon engem minket tovább. Hogyan tudnánk tovább lépni? Kinek van valami ötlete, hogy az asztalt el tudjuk hagyni? Hát meg kell lemaradni ott is. Kinél van olyan varázslány, amit... Ha minél távolabb kerülnénk tőle az asztaltól, hogy ötlete? Hát hogyne? Bármit lehet. Akkor hajózzunk el messze. Szeretném, hogy a távol kerülhetted az asztalt, az álmos tengerén. Légtárnás, ugye? Mert azt tud szárazföldön is menni. Nincs víz. A béka. Mit a béka? Csak bízom benne. Zeka! Itt vagyok. Itt vagyok. Teján elhajózom. Nem muszáj. Ha messze akarok kerülni. Figyelj, szerintem fel tudjuk használni légtárnást. Béka. Na, itt vagyok. Akkor... Ez modernes. Menjünk. Akkor itt van a vitorlás hajónk, és azt mondjuk neki, hogy... Na de hova mentek? Hát tovább, arra. Messze. Tovább. Messze az asztaltól. Kelet, nyugat, észak, dél, vigyél messze erős szél. Már el is kezdett fújni a szél. És az asztaltól elfúj minket. Tovább merre. Hova mentek? Megint. Ugrálni ne kelljen, mert az ember. Ez csak az már öreg vagyok. De ez csak a béka lábához, mi van? Van egy kosár? Valahogy vegyük el ettől a békától ezt a kosárat szerintem, mert az nekünk. Valakinek van egy megmutató? Ez az alma, amiből pálinka varázslatot fogok főzni. Nem adom. Varázspál ezt, igen. Teleport pálinkai. Na, már majdnem. Láthatatlannak válhatunk, hogy elcsenjük tőle. Kiváló, nagyon kiváló. Na gyere csak akkor. Én nem látok senkit. Már várjál, még látom. Kell a varázs, ja? A fülébe súgni a rókát. Bolond gombám is van, teljesen. És alma, bolond gomba. Tudjátok, milyen kremek ital lehetne a macsinálni? Azt nem elviszik. Bocs, Béka. Azt a mindenit. Bundám vörös, fülem hegyes, mégsem láthatsz sohasem. Keres, nyomom így sem leled. Nincs engem, ki meg, mi meglátsz. Szuper. Mondjuk amúgy is félig vak vagyok, szóval. Hol a zava? Hol vannak a zava? Szaladjunk vissza, szeretném az asztalhoz. Szívni fogok. Nem lesz pálinka. Mondom, varázs. Most az szaladjunk. Szaladjunk vissza az asztalhoz, és hagyjuk itt magára a békát. Nagyon jó, csak puszit se adjatok. Ha kérsz az almába, jöhetsz venni. Oké. Okay. De csak ha valami bájit alá alakítjátok. Meggondoljuk. Visszaszereztük az almákat. Viszont úgy látom, hogy a kosárban már csak annyi maradt, ami nekünk elég. Biztos nem fog a néna egyébként nagyon sajnálkozni, hogy ez az alma. Történetesen nem a Mesék-szigetén köt ki, hanem nálunk. Majd a következő szület megy a Mesék-szigetére. Tessék, szerencsét egy almon. Csak az egész kosár. A legjobb varázslat érnek egy almon. Nem veszem ám el, bár átsingózom utána. De...
Hát mind a két felét oda tartjuk neki. És Erika, ti mindnektek van ott egy olyan. Jó. Én felajánlom. Erikáig. Vágjátok ketté. Ezt az almát ünnepélyes keretek között felhasgatjuk, és mindenkinek egy... Hozzam a kés. Na várj, béka nem megy el, béka maradsz meg. Megoldottuk a rejtét, megtaláltuk az almát, de hát meg kéne javítani a békát, nem gondoljátok. Olyan tökéletes vagyok, hogy ez hihetetlen. Tökéletes béka, nem lop. Nem is. Nem is, igazából csak átokadok. Talán nem egy öreg nénitől. Hogy igen, kisajátítottam. Nem, nincs, nem, hogy kisajátítottam. Hol korrekter ezt a dolgot? Na, mint ezt szembe hirtelen. Bárkinél van valami olyan varázslat, ami a békát meg tudná javítani? De nem kell. Akarata ellené? Na jó, de csak akkor, hogy a szem. Béka javítás. Figyelj, ha szebb leszel. Szerintem, Erika. Ha nekiadjuk a virágot, és kitűzi a hajába, szebb lesz tőle. De csak akkor kapod meg, ha megígéred, hogy többet nem lopsz almát. Béka négy olyan... Kötét lehet? Az sem lehet. Béka négy olyan jó, amilyen szép vagy. Jaj, de szép vagyok, itt egy új táktor, ami mindjárt elindul. Na most meg csodálatos. Most már nem is lesz rossz lenni. Nagyjár is pirulok. Olyan vagy, mint hogyha olyan... Nagy a hajad, hogy azt hiszük, hogy a fejedbe szórták a virágot, tehát úgy nézett ki, ebből hogy a vasedénybe szórták volna. Vasedénybe? Igen. Te vagy a banya. Köszíza! Ebbe beleízett a húz. Kanyom is kicsordult, olyan szépet mondtál nekem. Köszönöm. Hát minden éves nagyon szösedés. Vasorban már lett volna egy vasedény. Én azt gondolom, hogy most már visszatérhetek a mesék szigetére. A rejtét megoldottuk. De csak abban az esetben engedjünk visszaboszni. Csak a fogjunk össze, jó? És csak abban az esetben engedjük vissza, ha Szent Boszorkány esküvel fogadja, hogy egy év múlva megint visszajön hozzánk. Mert tavaly volt nálunk utoljára a Boszi. Tavaly is az olvasás éjszakája volt. Bizony. Hát akkor csoda, hogy csak akkor engedjük paradicsom vissza. Paradicsomba jót tettünk a kertbe. Csak akkor engedjük vissza, jó? Segítek? Én benne vagyok. Oké. Okay. Plusz egy szavazat. Megígéred? Hát, egyetlen nem megígérem. Legyen így. Kivéve, hogyha hamarabb történik valami gond. Egy bosszat nem mindent megold, kivéve, amit nem. Például. Az összességem. Azt jövőre marad. Jövőre megoldjuk. Oké. Ezt a vörös tárgyat, ha még nem hagytam el. Igen, tehát ezek az apró varázstárgyak, hogyha akarjátok, akkor itt a Valóság szigetén medálok lehetnek. Megtarthatjátok, sőt, kérhetitek karkötőnek, vagy nyakláncnak, ott az illetékes. Most össze is szereli neki. Akkor én szeretnélek a nyakomba. Igazi hely.